Hölgyeim és uraim, hát majdnem egy egész pokolgép. A Kukovec Gabi az pótolhatatlan, tehát őt nem tudunk vele mit kezdeni. Ő pótolhatatlan, de itt van egy arc, aki fantasztikus, és ő is pótolhatatlan, csak őt Csárközi Lajosnak hívják. Aztán hála Istennek nem is kell pótolni, mert itt van Nagy Fi László! Hát és ez a fantasztikus ember, én annyira boldog vagyok, hogy újra együtt állhatunk itt a színpadon. Pazder a György! És amikor sok év távlatában újra láttam, itt fönn a doboknál, Szürke Gandalf vagy Saruman, majd mindenki döntse el, hogy a jó vagy a rossz oldalon áll, egy biztos, hogy fantasztikus ember, fantasztikus zenész, fantasztikus arc, fantasztikus dobos, Tartó László! Vagy mondjuk azt, hogy varázsló, egy óriási vastagsat a Lacinak. Hey, hey! És hát itt van a zenekarban most éppen. Nem az, hogy sokat beszélsz, az egy dolog, de mindig magát mutatja be. És régen én szoktam. Kalapács József! De mondjuk egyébként sokat is beszélek, köszönöm szépen. Aztán van itt egy csomó Józsi. Hölgyeim és uraim, a kedvenc énekesem, ezt már mondtam ma, de mindenképpen a rock éneklés nem csak Dojennyel, nem tudom, hogy hogy lehet ezt fokozni, tehát a hercege, királya, istan. Köszi, aranyos vagy, nincs erre. Erre most nincs idő, de hogy ne lenne? Hülye vagy? Te vagy az ünnepel. Én Rudán Joki vagyok. Hölgyeim és uraim, Rudán Joe! Köszönöm szépen. Az ünnepelt, az én barátom, a mi barátunk, Kalapács József! Kedves egészségetekre! Drága Józsikám! Idézz ki egy hálás közönség! Miattad jöttek el! Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm! Tudjátok, igen, a látszat ellenére néha nagyon sokat gondolkozom, és az egyik legfontosabb dolog, amit mindig szoktam így gondolkozni, hogy mi a fenét kezdik az életemmel, tehát mi a franc az, amit mind a halálig lehet csinálni. Micsoda? Mind halálig? Mind halálig? Mind halálig rock and roll! Nem lesz elég jó. Elmegy az apámban a cukor. Jobb is, ha elhúzok. Mit csak baj van vele. Állok a nekró előtt. Valam támasztó. Felszáll a nekróra döve. Az arcom lavágó. Miért rosszul vagyok? Tudom a helyet, már sohasem. Tudom, hogy vagyok. Tudom a helyem, mint halálig rock and roll.
a hangok, a lábak, a sejt. Hey! Ez így jó, de mérnök már sohasem leszek. Jó nekem a rock and roll, szórakoztam veled. Tudom a helyet, már sohasem tudom, hogy hol vagyok. Tudom a helyet, itt halálig rock and roll. Itt halálig rock and roll. Hey, hey, itt halálig rock and roll. Itt halálig rock and roll. Gyerünk! Hey, hey! Itt halálig rock and roll. És most hangosan. Hey, hey! Itt halálig rock and roll. Na most aztán mint halálig. Minden kéz, minden hang. Rock and roll, és itt halálig rock and roll. Örülök. Halálig rock and roll. Itt halálig rock and roll. Itt halálig rock and roll. Itt halálig rock and roll. Rock and roll. Kiöptök! Sárközi Lajos, szólogitár Nagyfi László, basszusgitár Paszter a György, a dobok felett Szürke Gandal, Tarca László, ének nagyon ének, Rudán Joe. Ki van, eddig volt, és a mai este, hogy mondjam, ma este csúcspontja, drága és barátaim,
az én cimborám, Kalapács Józse! Oh yeah! Hát és nekem nagyon-nagyon csúcspontja a mai estének a közönség, ha így még egyszer láthatnám így a kezeket, így. És most már látom is, köszönöm szépen. Minden kezet szeretnék látni egyszerre. Erről valaki csináljon egy fotót, mert ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Aztán ezért érdemes 50 évesnek lenni, ezért még 100 évesnek is érdemes lenni, ezért még 200 évesnek is érdemes lenni, ezért még akárhány évesnek is érdemes lenni. Azt mondom, hogy erre van szüksége mindenkinek, hogy együtt töltse ezeket a fontos jubileumokat, így 300-ig vagy 400-ig a barátaival. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nagyon szépen köszönöm az összes jelenlevőnek. Nézzétek el, hogy mit tudom, a 3 és feledik söröm után már nem sorolok el minden szereplőt, közben mindenkit nagyon sokszor elmondtam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm minden vendégemnek, minden zenésztársamnak, hogy itt volt velünk ma, hogy itt volt velem ma ezen az eseményen, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velem töltötte ezt az évfordulót. Fennállásom 50. évfordulóján. Hűha! Hát Csabai Mátyás még nem láttam halálfejes pólóban, de Csabai Mátyás a Lemezbörze plusz kiadó főszerkesztője, a tulajdonosan nem tudom, hogy tudom ez a magazin. A Bőrze Ava 2003 óta kerül átadásra olyan énekesek, előadók és együttesek részére, akik tevékenységükkel, munkásságukkal maradandót alkottak. Ezt a díjat idén egy kicsit személyesítettük, a kedves lábas Jódorkából kőbeöntöttük Kalapács Józsi kezét, és ez a mi díjunk 2012-ben Józsinak. Torta. Köszönjük szépen ezt a 30 évet Józsinak a Pallai Produkció nevében. Persze ez nem azt jelenti, hogy stop. Nagyon szépen köszönöm. Az biztos, hogy 10 óránál tovább nem lehet hangoskodni, de ez nem azt jelenti, hogy a buli véget él. Ha segítetek nekem, akkor együtt fogyasztjuk el ezt a tortát, és így közvetlenül a koncert után itt a backstage-ben, hogyha arrafele kerestek egy ajtót, akkor megpróbálok minél több zenészt összeverbúválni, hogy aki dedikáltatni szeretne bárkivel, akkor itt találkozhasson újra is egy kicsit közvetlenül, személyesebben mindenkivel. Köszönöm szépen ezeket az ajándékokat, a tortát. Még egy ajándék. Cserőtei László vagyok a Hammerbird magazintól. Pont 30 éve ismerem ezt az embert, az egyik első fokógép koncerten láttam őt. Pártuc mintás mellényben volt, dőrgatyával, félmeszteren feszített. Na, hogy hívják ezt az embert? Hát a Kalapács Józsi. Mondom, ilyen metálos tém nem létezik. Aztán 3-4 év múlva megcsináltuk a Hammert erre föl. Úgyhogy azóta rengeteg időt töltöttünk együtt, sok jó munkában vettünk együtt részt, rengeteg lemezt adtunk ki, úgyhogy ezúton szeretném Józsinak megköszönni ezt a rengeteg jó zenét és az első 50 évet. Köszi!
Nagyon szívesen, és azt még nem is hallották, ami még ezután fog jönni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a Hammertől is a születésnapi ajándékot. Nagyon szépen köszönöm a Dörze Awardot, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Viszontlátásra, sziasztok!